Amatőr labdarúgó tornát rendezett szeptember 24-én vasárnap a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A tornát Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki beszédében arra buzdította a játékosokat, hogy minél többet sportoljanak. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen összesen 4 csapat mérte össze erejét. Horváth Ernő, a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, a torna célja az, hogy a környékbeli településeken élő roma emberek barátságokat kössenek és megismerjék egymást. A torna másik célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. Első lett az abaújszántói csapat, a második helyen a legyesbényeiek végeztek. A harmadik és negyedik helyen Szerencs 1-es és 2-es csapata végzett. Az eredményhirdetésen Koncz Ferenc polgármester és dr. Egeri Zsolt alpolgármester szerencsi csokoládéval kedveskedett a focistáknak, valamint minden résztvevő koncertnapi belépőt kapott a jövő évi országos csokoládé fesztiválra. Az amatőr labdarúgó tornát a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár támogatta.